Egy különleges állatcsoport vetélkedik velünk a földi uralomért. Ők voltak az ősi tengerek urai, és ők voltak az első állatok, amelyek kiléptek a szárazföldre. A szárazföld meghódítása az élővilág történetének egyik legfontosabb eseménye. Mérföldkő volt és nagy áttörés. Sokoldalúan módosítható végtagjaik és testük lehetővé tette, hogy benépesítsék a föld minden táját. A természet ellátta őket mindennel, hogy megfeleljenek a kihívásoknak. Utódaik rettegésben tartják az édesvizek lakóit. Elképzelhetetlen akadályokat győztek le. Még a levegőbe is felemelkedtek, majd hódítóként elterjedtek az egész földön. Minden élőhelyen előfordulnak. Ha valamennyien eltűnnének, az egész földi élet eltűnne velük együtt. Mik voltak ezek a rettenthetetlen hódítók, és minek köszönhető rendkívüli sikerük? Az a siker, amelyet csak most kezdünk utánozni. Tartsanak velünk időutazásunkon, amelynek során megismerhetik a legváltozatosabb állatcsoportot, amely valaha élt a Földön. Az élet formái. A hódítók. Ilyen lehetett a Föld 500 millió éve, jóval az első dinoszauruszok megjelenése előtt. A szélsőséges hőmérsékleti értékek miatt a Föld felszíne akkoriban olyan barátságtalan volt, hogy sem állat, sem növény nem maradt volna életben rajta. A Föld egyedüli állatai a tengerben éltek, abban a közegben, amely minden élet bölcsője volt. Ezek az állatok különösnek, szinte földön túlinak tűntek. Az egyik állatcsoport azonban megtalálta a módját, hogy elhagyja vizes otthonát. Vajon melyek voltak azok a lények, amelyek megtették az első lépést a szárazföldön? Kilétüket hosszú ideig rejtély övezte, mégpedig a tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A jelek, amelyek alapján fény derülhetett az első szárazföldi állatok miben létére, meglepő helyeken bukkantak fel. Sennybridge a nagy-britanniai Wales dombjai között meghúzódó falu. A tudósokat vonza ez a békés mezőgazdasági táj, mivel a mélyben titokzatos nyomok találhatók. A nyomokat azok a tengeri állatok hagyták, amelyek először merészkedtek ki a szárazföldre. A kövületek alapján talán sikerül meghatározni őket. Jó, akkor nézzük meg itt lent. Simon Brady őslénykutató ezen a sziklakibúváson egyfajta ősvilági pillanatfelvételre számít. Hoppá, mit találtam? Az a legszebb az általam művelt tudományban, hogy a felfedezés igazi élményét nyújtja. Szeretem a kutatás izgalmát, azt a várakozással teli érzést, hogy lesz itt valahol egy kövület, amelynek alapján forradalmasítani tudjuk az evolúcióról alkotott nézeteinket. Hosszú ideig az idő rabságába zárt, megkövült állati testek nyújtották a legjobb betekintést a rég letűnt korok életébe. Ha egy állat a megfelelő helyen és a megfelelő körülmények között pusztult el, teste fokozatosan beleolvadt az őt körülvevő kőzetbe. Lenyomata évmilliókon át megmaradt. Brady azonban nem az elpusztult testek maradványai után kutat. Olyan jeleket keres,
amelyeket élő állatok hagytak, amint elözönlötték a szárazföldet. Az úttörő szerepet játszó állatok évmilliókkal ezelőtt kimásztak a vizek birodalmából, a szárazföld kínálta új világba, és közben ott hagyták lábnyomaikat. Ezek a nyomok néhol megőrződtek. Talán azért, mert a vulkáni por vagy egy földcsuszamlás hirtelen betakarta őket. Brady ezen a hegyes-völgyes vidéken keresi az ősi állatok roppantul izgalmas nyomait. Lebilincselő dolog ezeknek az állatoknak a nyomait tanulmányozni, mivel olyanok akár egy polaroid felvétel, egy pillanatkép a régmúltból. Az ember szinte tapinthatóan érzékeli ezeknek az állatoknak a tevékenységét. Nagy benyomást tesz rám az a tény, hogy ezeket élő állatok hagyták. Brady és munkatársa olyan leletekre bukkan, amelyek az állatok inváziójára utalnak egy ősi tengerparton. Az ilyen nyomokkal az a gond, hogy néha nehéz meglátni őket. Ha viszont iszapos vízzel vonjuk be a felszínt, néha sikerül elővarázsolni a nyomokat. Az első szárazföldi nyomok ugyan ma elég kicsinek tűnnek, ám tudnunk kell, hogy az akkori idők egyik óriása hagyta őket. Bradynek egy detektív szívosságával kell megfejtenie a jeleket, ha tudni akarja, hogy milyen állat hagyta a nyomokat. Brady kutatásai a kövületek lelőhelyétől nem messze a Bristoli Egyetemen folytatódnak. Brady mintákat vesz a múltból, de nem a talajban vagy a kőzetben, hanem az alaksori raktárakban vizsgálódik. Ezek a fiókok több tonnányi nyomkövületet tartalmaznak a világ minden részéről. Brady a hatalmas mennyiségű anyagban egy olyan mintázatot talált, amely fellebbenti az első szárazföldi állat sikerének titkát. Ez pedig a lábakon való járás. A lábak jelenléte számunkra ma teljesen magától értetődő, ám Brady tudni szeretné, hogy milyen állaton alakult ki először ez a gyökeresen új testrész. Néha képzeletben visszarepülök a 400 millió évvel ezelőtti időkbe. Megpróbálom felidézni, hogy miképpen nézhetett ki az az állat, amelynek a nyomai itt láthatók. Brady olyan módon igyekszik meghatározni a nyomokat hagyó állatokat, hogy szemügyre veszi az ősi tengerekben élt lehetséges jelölteket. A tengeri liliomok voltak az első állatok, amelyeknek izomzatuk és idegrendszerük volt, és így talán az elsők lehettek, amelyek saját elhatározásukból helyet változtathattak. A tengeri liliomok azonban sohasem hagyták el a vizet. A lapos férgek ősei voltak az első állatok, amelyek fejjel, aggyal és térhatású érzékeléssel rendelkeztek. A lapos férgek nyálka szőnyegen siklanak, és így csúszásnyomot hagynak maguk mögött, de nincs lábuk. A puha testűek ma egyaránt megtalálhatók a tengerben és a szárazföldön. Ám csupán egyetlen lábon mozognak, ez pedig nem hagy olyan nyomot, amilyeneket Brady vizsgál. Az ősi tengerek lakói között egyetlen állatcsoport akadt csupán, amely képes lehetett arra, hogy ilyen nyomsorozatokat hozzon létre. Ez a csoport az ízelt lábúaké. Sikerük titka éppen az, amiről a nevüket kapták, az ízelt láb. Az ízületek mentén hajlítható lábak nagy stabilitást biztosítanak, és lengéscsillapítóként is működnek, akár egy terepjáró autó futóműve. A számos ízülettel tagolt lábak igen sokoldalúan hajlíthatók. Az erőteljes izmokhoz kapcsolódó inak egész mozgássort tesznek lehetővé. Az ízelt lábúak egy sor érzékszervet fejlesztettek ki, hogy eligazítsa őket a maguk világában. Ilyen például a csáp, illetve az első bonyolultabb felépítésű szem, amely éles kép alkotására alkalmas. Ami azonban a legfontosabb, végtagjaik és testszelvényeik szinte bármilyen új kihíváshoz könnyedén alkalmazkodnak. Elég egy kis evolúciós nyomás,
és a járólábból fogásra alkalmas olló válik. Vegyük a languszta vagy a homár úszásra alkalmas szelvényezett farkát, hajlítsuk be a test alá, és már is előttünk áll a homokban ásó tarisznyarák. Az ízelt lábúak testének alapszabása, tehát a szelvényezettség és az ízelt lábak együttese, az alkalmazkodás és a továbbfejlődés szinte korlátlan képességét nyújtja. Az eredmény önmagáért beszél, több ízelt lábú él a világ tengereiben, mint bármilyen más állat. Pedig mindegyik faj ugyanannak az ízelt lábú alapsémának valamilyen változata. Az ízelt lábúak sikere abban rejlik, hogy a testfelépítésük nagyon egyszerű és könnyen módosítható. Különféle végtagok állnak rendelkezésükre, amelyek könnyedén átalakíthatók a táplálék összeszedésére, magára a táplálkozásra és a helyváltoztatásra. Az ízelt lábúak látszólag számtalan végtagja sokféle, forradalmian új módokon volt bevethető. Csak idő kérdése volt, hogy mikor alakul ki a megfelelő szerszámkészlet, amellyel meghódíthatták a szárazföldet. Az ízelt lábúak tengeri uralmát nagyban elősegítette testalkatuk egyik legfontosabb eleme, a váz. Az ízelt lábúak váza a test külső részén helyezkedik el. A kemény kültakaró nem csupán támasztékul, hanem páncélként is szolgál, és megvédi a belső lágy szerveket a sérüléstől. Néha azonban megesik, hogy az ízelt lábúnak el kell hagyni a páncélját. A tarisznyarák növekedés közben végrehajtja az állatvilág egyik legkülönösebb átváltozását. A növekedő test fokozódó nyomása először felrepeszti a külső vázat. A kültakaró alatt lágy új váz fejlődik. A rák alig 30 percnyi erőlködés és fészkelődés után kiszabadul régi páncéljából. A folyamatot vedlésnek nevezzük. Az állat testét a lábaktól a szemekig megújult kültakaró borítja. Az új váz gyorsan kitágul és két nap alatt megkeményedik. Ez a két nap azonban veszélyekkel teli, hiszen a puha bőrű rák a ragadozók és az ember kedvelt csemegéje. Amikor viszont a váz megkeményedik, a végtagok is megerősödnek, és a minden lehetőség kihasználására alkalmas kifinomult eszközök cselekvésre készen állnak. A rákok nem válogatósak, viszont nagyon falánkak. Miközben ollóik beletépnek az elpusztult hal húsába, szájszerveik izgatottan pörögnek, forognak. Egyes szájszervek a táplálkozásban vesznek részt, mások viszont a légzésben, mivel vizet hajtanak át a kopoltyúkon. A rákok attól sem riadnak vissza, hogy ollóikat a saját fajtársaik ellen fordítsák, ha ennivalójuk kockán forog. A kék tarisznyarákok harcát figyelve nem nehéz elképzelnünk azokat a történelem előtti időket, amikor a nehéz páncélzatú ízelt lábúak először csaptak össze a táplálékért.
Az ízelt lábúak abban az ősi időszakban jelentek meg és indultak fejlődésnek, amikor az élet sokfélesége robbanásszerűen megnőtt. A méret és a testi erő versengése során sikeresen nyomultak előre az időben. A korai ízelt lábúak egyik tagja, az Anomalocaris, a történelem előtti tengerek legvadabb és legvérszomjasabb ragadozója volt. Zsákmányát erőteljes fejfüggelékeivel elkapta, majd borotva éles fogaival gyorsan széttépte. Az Anomalocaris azonban eltörpült egy későbbi ízelt lábú mellett, amely manapság igazi rémálomnak tűnhetne. Az ősténykutatók találkozóin a tengeri skorpiónak nevezett szörnyeteg mindig élénk vita tárgya. A tengeri skorpióknak nevezett élőlények az óriási ragadozó ízelt lábúak egy csoportját alkották. Gyakran szoktam mondani, hogy inkább lennék együtt egy kétméteres cápával az úszómedencében, mint egy kétméteres tengeri skorpióval. Vicces? Erről nem is hallottam. Speciális, fűrészes szélű fogaik voltak, amelyekkel könnyen átvágták áldozatuk testét. Néhány egyszerű mozdulattal egy emberi kart is leharaphattak volna. Akkor erőkifejtésére voltak képesek? Szerintem igen. A tengeri skorpiók akár két méter hosszúra is megnőttek. Erőteljes úszóikkal és rendkívül gyorsan működő ollóikkal könyörtelen vadászok lehettek. A tengeri skorpióknak néha másfajta óriásokkal is meg kellett küzdeniük a táplálékért. Örök rejtély maradt, hogy mi lehetett a kimenetele az ollók és a karok történelem előtti csatájának. A kihalt tengeri skorpiók egyik rokona ma is él a tengerekben. A sisak alakú páncél alatt rejtőző tőrfarkút aligha tekinteni bárki vérszomjasnak. Viselkedésének egyik eleme azonban rávilágít arra, hogy miért léptek ki egykor a tengeri állatok a szárazföldre. A tűrfarkúak a vízben párosodnak, de utána kimásznak az óceán partjára. Ezek az élő kövületek rövid időre elhagyják a tengert, akár egy partra szálló hadsereg. Petéiket a vízen kívül a homokos parton rakják le. A peték valójában a szárazföldön fejlődnek, ahol a nedves homok megvédi őket a mostoha környezettől. Brady úgy véli, hogy az első szárazföldi kirándulások ehhez hasonlóan zajlottak le. A tengeri skorpiók a szárazföldön kerestek olyan helyet, ahol petéik védve lehettek az óceán ragadozóitól. Nyomaik sorozatai mindenről bőséges bizonyítékkal szolgálnak. Ezt az ösvényt a tőrfarkúak hajdani rokona hagyta. Brady szerint azért, hogy petéinek biztonságos helyet találjon. Az állat azonban nem sokáig tartózkodhatott a levegőn, mint ahogy a fiatal tőrfarkúak sem. A korai ízelt lábúak sokfaja ugyanúgy lemezes kopoltyúkkal lélegzett, mint a tőrfarkúak. A kopoltyúk azonban csak vízben működnek. Az ízelt lábúaknak ez a fejlődési vonala nem szakadhatott el a víztől, hiszen a levegőből nem tudta kivonni az oxigént. Más ízelt lábúak azonban nem álltak meg itt, és ezzel új állattípusok alakultak ki. Képzeljük csak el, micsoda kihívásokkal kellett szembenézniük azoknak a tengeri állatoknak, amelyek a szárazföldre vándoroltak, még akkor is, ha valahogy módot találtak a légköri levegő belégzésére. Bill Shear biológus szenvedélyesen igyekszik felderíteni, hogy mindez hogyan történhetett. Összekapcsolja a mai ízelt lábúakkal és az ősfölddel kapcsolatos ismereteket, és így próbálja meghatározni azokat az eszközöket, amelyekre szükség lehetett a szárazföldre történő átmenet során.
Forróság van, nagy a szárazság, nagyon erős a napfény, és vele az ultraibolya sugárzás is. Nincs felhajtóerő, amely csökkenteni a test súlyát. A szárazföldi környezetben lévő élőlényekre teljes erővel hat a gravitáció. A korai ízelt lábúaknak azonban már nagy teljesítményű eszközök álltak a rendelkezésére, hogy legyőzzék az ilyen akadályokat. Shear szerint az ízelt lábúak külső váza tovább fejlődött, és új módosulások révén meg tudott birkózni a mostoha szikkasztó szárazföldi világgal. Végtagjaik pedig szinte elképzelhetetlenül sokféle eszközzé alakultak át. Ezek a végtagok szinte a végtelenségig módosíthatók, olyanok akár egy túlélők és különböző pengéi. A tengert elhagyó állatok valóságos szerszámkészletet fejlesztettek ki, amelyekkel meghódíthatták a szárazföldet. Ízlelésre, tapintásra, fogásra és repülésre alkalmas eszközök segítették őket abban, hogy uralkodjanak. Hogyan élhették azonban túl a legelső kockázatos lépést a védelmet nyújtó óceánból a kiszámíthatatlan szárazföldre? Shear úgy véli, felfedeztek egy különleges hidat a szárazföld és a tenger között. Ez a híd ma is létezik. A szárazföld meghódítását lehetővé tevő történelmi híd aligha lehetett több, mint egy adag víz színén úszó moszat. Az ilyen moszatrétegek a partok mentén, illetve a víz széle felett a szárazföldön nőttek. Hosszú ideig táplálékforrást és lakóhelyet biztosítottak a vizek állatainak. Talán ezek voltak az élelemmel és búvóhelyjel ellátott alaptáborok, ahonnan a kalandorok hódító útjukra indultak. Az ilyen rétegek alatt kiegyenlített viszonyok uralkodtak. Így elegendő időt biztosítottak ahhoz, hogy kifejlődjenek azok a módosulások, amelyek teljesen alkalmassá tették az állatokat a szárazföldi létre. Az első vállalkozók kicsik voltak, sokkal kisebbek, mint a tengeri skorpiók. Apró termetük miatt a kutatók sokáig észre sem vették szárazföldi kirándulásaik nyomait. A szárazföld meghódításának ez a fejezete egészen a közelmúltig teljesen ismeretlen volt. Nemrég azonban olyan meglepő bizonyíték került elő, amely gyökeresen változtatott a helyzeten. A titkot hajdani növények kövült maradványaiból tárták fel, ezek a növények akkoriban terjedtek el a kontinenseken. A kutatók a növényekben talált mikroszkopikus maradványokról azt gondolták, hogy azok ősi ízelt lábúaktól származnak. Felfedezésüket először elutasítás fogadta. Az új bizonyítékok alapján azonban Bill Shear, az ízelt lábúak anatómiájának szakértője, lehet, hogy átírja az életkönyvének jelentősebb fejezeteit. Shear úgy jut hozzá a bizonyítékokhoz, hogy elválasztja a mikrokövületeket az anyakőzettől. Hidrogénfluoriddal feloldja a kőzetet, mire a bennük lévő szerves törmelékek hátra maradnak. Ezek a növények és állatok maradványai. Ez a felfedezés mindörökre megváltoztatja elképzeléseinket arról, hogy miként népesítették be az ízelt lábúak a korai földet. Csodálatos érzés volt, amikor másnap bejöttem, leszűrtem a mintát, és megtaláltam az állatok maradványait. Emlékszem, amikor először megláttam néhány különösen érdekes kövületet. Olyan izgatottság lett rajta úrrá, mint amikor valaki nagy nyereményre tesz szert egy szerencsejátékban.
Az ember mintha a világ tetején lenne ilyenkor, és úgy érzi, megérte a sok fáradtságos kutatómunka, amely idáig vezetett. Sheernek tehát már a kezében voltak az első kis kalandorok maradványai, de ezek csak megkövesedett töredékek voltak. Darabról darabra haladva kellett végeznie a rekonstrukciót ahhoz, hogy az egész állatot maga előtt lássa. Mintha egy kirakós játékot kellett volna összeraknia a dobozon lévő mintául szolgáló kép nélkül. Az első állatok egyike egy korai talajlakó pók. Az első sikert hamarosan követte a többi. Sheer fokozatosan egy egész sor korai szárazföldi ízelt lábút azonosított. A mikrofosziliákkal végzett munkája megerősítette azt, amit már korábban is gyanított. Különböző ízelt lábú típusok ugyanabban az időben szállták meg a szárazföldet. Sheer lelki szemei előtt kezdett kirajzolódni a 380 millió évvel ezelőtti világképe. A Devon időszak nagyon sok vonatkozásban különbözött a mai kortól. Az év rövidebb volt, és a nap sem tartott 24 óráig. A légkör összetétele is más volt. Sheer szerint az új körülményeken urrá levő úttörők, tehát a szárazföld első meghódítói, úgy indultak a szárazföldre, ahogy a mai ászkák. Az első állat megérkezett a szárazföldre. Apró zuzmók és buja növényzet biztosították azokat a megfelelő körülményeket, amelyek új határokat nyitottak meg az élet előtt. A növényvilág egészen máshogy nézett ki, mint ma. Csak néhány növényfaj nőtt nagy tömegben, és ezek a növények elég kezdetlegesnek nézhettek ki. Lehet, hogy az ősi növények másképp festettek, mint ma, de mai megfelelőikhöz hasonlóan olyan mikroklímát hoztak létre, amely sokkal elviselhetőbbé tette a szárazföldi világot. Azután hamarosan kiderült a szárazföldi élet egyik legnagyobb előnye. A levegőben több az oxigén, mint a tengervízben. Az ízelt lábúaknak csak módot kellett találniuk arra, hogy kivonják azt. A skorpiók őseinek olyan lemezes kopoltyúik lehettek, mint a mai tőrfarkúaknak. Ezek egy lemez sorozatból álltak, amelyek az állat hasi oldalán helyezkedtek el és folyamatosan mozogtak. Az evolúció folyamán ezek a lemezek, amelyek igen jól működtek a vízben, átkerültek a skorpió belsejébe. A levegő oxigénje közvetlenül a vérbe adódhatott át. Az ízelt lábúak testszerveződése ismét bebizonyította sokoldalúságát. Egy régi testrész az új ökológiai szerep betöltésére módosult. Az idők során az ízelt lábúak sokféle légzéstechnikára tettek szert. A százlábúak ősei egy másik partra szállási akció során különleges légzőrendszert fejlesztettek ki, amely hosszú, szelvényezett testüket képes volt ellátni oxigénnel. A test alsó oldalán megerősített falu csövek rendszere kezdődik, amely magából a külső vázból alakult ki. Ezek a csövek közvetlenül a levegőbe nyílnak, és a test belsejébe vezetik az oxigént. Egy a turbófeltöltéshez hasonló légzőrendszer kulcsfontosságú szerepet játszhatott az ízelt lábúak későbbi hódításaiban. Most, hogy már tudtak lélegezni, a hódítók első ízben beköltözhettek a szárazföld belsejébe. Bár a korai földet dús növényzet borította, ez nem volt valami változatos.
és a szárazföldi növényeket sokkal nehezebb volt megemészteni, mint a moszatokat. Amíg azonban az élő szárazföldi növények nem kínáltak könnyen fogyasztható táplálékot, a bomló növényekkel és az elpusztult állatokkal más volt a helyzet. A baktériumok és gombák által lebontott halott anyagot, a korhadékot sokkal könnyebb volt feldolgozni. Néhány millió év alatt virágzó közösség alakult ki azokból az ízeltlábúakból, amelyek a korhadékfogyasztás révén alkalmazkodtak a szárazföldi élethez. A korhadékfogyasztók a partra szálló állatok közül csak az egyik csoportot alkották. Mellettük ott voltak a húsevők, az ehhez a pókhoz hasonló ragadozók. Az áldozatukra már régóta hálóval vadászó ősi pókok agresszív módon üldözőbe vettek mindent, ami mozgott. Miközben az ízeltlábúak sikeresen szétterjedtek a szárazföldön, hamarosan gazdag vadászterületekre bukkantak a víz alatt, mégpedig az édesvízben. Az édesvizek korai telepesei lettek az előfutárai bizonyos mai rovaroknak, amelyeknek a lárvái vérszomjas ragadozók és remekül alkalmazkodtak az édesvízi léthez. A szitakötő lárva úgy les a zsákmányára, mint egy macska. A gőte is az áldozatai sorába tartozik. A szitakötő lárva vizet szivattyúz a kopoltyúin át. Amikor gyorsabban akar mozogni, a szivattyú segítségével lökhajtásos módon halad előre. Ebben a tóban még a ragadozóknak is figyelniük kell a hátuk mögé. Az édesvízi vadászat azonban szó szerint gyerekjáték a szitakötők és egyes ízeltlábú rokonaik számára. Hamarosan elérkezik az ideje a felnőtt rovarrá válásnak. Amikor egy ragadozó lárva felkészül arra, hogy elhagyja a tavat, rekonstruálja az élettörténetének egyik fordulópontját. A metamorfózis révén nem csupán felnőtt rovarrá, hanem olyan állattá válik, amely képes arra, hogy egy új földi birodalomba lépjen be. A kültakaróját elhagyó szitakötő megszabadul azoktól az eszközeitől, amelyeket oly nagy sikerrel használt a vízben.
vízi öltözéke alatt olyan új eszköz rejtőzik, amely meghatározza majd a tavon kívüli életét. Ez az eszköz a szárny, amely csodákra képes. Amikor az ízelt lábúak kifejlesztették a szárnyat, az állatok először emelkedtek a levegőbe. A szitakötők nem sokat változtak a kővé vált őseik óta. Szembeszállnak az állandóan ható gravitációs erővel, és kecses mozgással élik életüket a levegőben. Ha kell, egy helyben lebegnek, máskor minden erőfeszítés nélkül akrobatikus fordulatokat végeznek. A levegő vadászai közül senki sem kelhet versenyre velük. Még a párosodásuk is a levegőben zajlik. A nőstény gondosan elhelyezi petéit a tóban, közben a hím felülről védi. Minden szitakötőfajnak kissé eltérő a nászrepülése. A hímek még a páros repülés közben is harcolnak a területükért. A szitakötők azt szemléltetik, hogy milyen magas fokon módosulhat az ízelt lábúak testének alapfelépítése. Ugyanaz az állat a víz és a levegő ura is lehet életének különböző szakaszaiban. A repülés képessége volt az, amely alig hanem lehetővé tette a rovarok hihetetlen változatosságának kialakulását. Ezért kijelenthetjük, hogy a rovarok repülési képességének kifejlődése a Föld történetének egyik legjelentősebb eseménye volt. A rovarszárny a természetmérnöki munkájának csodája. Erek hálózzák be, amelyek erősítést és merevítést biztosítanak, és ott a legvastagabbak, ahol a szárny vezető éle a levegőt hasítja. A repülés olyan hatékony alkalmazkodásnak bizonyult, hogy ma az állatfajok háromnegyede a repülő rovarok közé tartozik. A repülés lehetővé tette, hogy a rovarok a szárazföldek minden részét felderítsék és meghódítsák. Az ízelt lábúak bölcsőjükből, a tengerből felemelkedtek a levegőbe. A fegyverkezési verseny a vadászok és leendő áldozataik között a levegőben is folytatódott. A repülés varázslata nem védte meg a rovarokat ellenségeiktől. Ízelt lábúak egy másik csoportja, a pókok, finom fonalakból álló hálót fejlesztettek ki, amelyekkel a repülő zsákmányt kapták el. Mászkáló, futkározó, surranó és repkedő ízelt lábúak hordái vesznek körül minket. Ezek az apró lények mindannyiunk hasznára alakították át a Föld arculatát. Tulajdonképpen képtelenek lennénk élni nélkülük.
Sokak szerint a rovarok forgatják a világot, és ez tényleg így van. Rovarok nélkül a Föld számos ökoszisztémája egyszerűen összeomlana. A rovarok nélkülözhetetlen szolgálatot tesznek azért, hogy az élet gépezete működjön. Ők a természet körforgásának mozgatórugói. Temetkezési vállalkozóként jelen vannak az élet eltávozásának kegyetlen pillanatánál. Ugyanakkor fontos szerepet játszanak a legszebb földi életek keletkezésénél. A színes virágok, mint a növények és fák szaporítást szolgáló hirdetőtáblái magukhoz vonzzák a rovarokat. Amint az ízletes nektárt lakmározzák, a virágpor a testükre tapad, amit azután másik virágra szállítanak. A rovarok a hímpor szállításával elősegítik, hogy a virágzó növények hatékony módon sokasodjanak. Cserébe sok-sok rovar él a virágos növényekből. Rovarok nélkül számos közismert élelmiszerünk nem is létezne. Az ízelt lábúak meghódították a tengert, a szárazföldet és a levegőt. A minket körülvevő szépség és nagyszerűség jelentős részben az ő sikerüknek köszönhető. Az életet szinte lehetetlen elképzelni ízelt lábúak nélkül. Annyira összefonódtak a földi élet gyakorlatilag valamennyi megnyilvánulásával. Az ízelt lábúak minden élőhelyen megtalálható. Vannak ízelt lábúak, amelyek alkalmazkodtak a csaknem fortyogó meleg forrásokban való élethez. Megtalálhatók a legmagasabb hegyek tetején és a legmélyebb tengeri árkok fenekén. A Föld valójában az ízelt lábúak bolygója. Az ízelt lábúak olyan zord vidékeken is feltalálják magukat, amelyeket mi legfeljebb rövid időre keresünk fel. Vajon mi teszi lehetővé, hogy olyan helyeken is könnyen boldoguljanak, ahol mi segítség nélkül alig hamaradnánk életben? Az örök tél hazájában az egymáshoz csapódó jégtáblák alatt élik világukat. Jelenlétüknek köszönhetően a hideg tenger bőséges lakomát nyújt más élőlényeknek is. A mély tengeri árkok a Föld legszélsőségesebb helyei közé tartoznak. Az ottani mérgező hőforrások környékén mégis megélnek egyes tarisznyarákok. Az ízelt lábúak felépítéséből talán ötleteket kaphatunk arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehetne jobban feltárni bolygónk szélsőséges vidékeit. A tudósok megpróbálják fellebbenteni a fájtlat az ízelt lábúak sikerének titkairól. Bob Full, a Berkeley, Kalifornia Egyetem tudósa egy olyan laboratóriumot vezet, amely az ízelt lábúak mozgásának valamennyi mozzanatát igyekszik feltárni. Az ízelt lábúak sikerének egyik kulcsfontosságú eleme a könnyed mozgás. Full azt kutatja, hogy miért olyan jó a terepjáró képességük ezeknek az állatoknak. A mozgásuk érdekel. Az a titok, amelyet izomzatuk és a vázuk sajátos működése rejt, amitől olyan remekül mozognak a környezetükben. Az ízelt lábúak alacsony felépítésű állatok, amely már önmagában nagy stabilitást biztosít nekik. A lassított felvételen jól látszik, hogy milyen a mozgásuk mintázata. Amikor megfigyeltük az ízelt lábúak mozgását, láttuk, hogy általában úgy működnek, mint egy háromlábú állvány. Mindig háromlábuk éri egyszerre a földet. Ettől lesz hihetetlenül stabil a járásuk. A legtöbb ízelt lábúnak azonban rendkívül gyorsan kell mozognia. Full felfedezte, hogy a gyorsaságuk azért is lehetséges, mert a járásuk nem igényel túl sok agyi tevékenységet.
Általában azt hisszük, hogy a mozgás szabályozása az agyban történik. Valójában viszont a pompás külső váz segítségével az állat agy és reflexek nélkül is képes stabilizálni magát. A váz ugyanis rugóként és lengéscsillapítóként is működik. Így nagyon leegyszerűsíti az irányítást. Full azonban úgy találta, hogy az ízelt lábúak felépítésének igazi csodája maga az ízelt láb. Így valójában a rugók, a támasztékok és a lengéscsillapítók szerepét töltik be, stabilizálva az állatot, amely így az erejét az előrehaladásra fordíthatja. Full és munkatársai részenként tekintették át az ízelt lábúak felépítésének elemeit, hogy így feltárhassák az erő és az állóképesség titkait. A kutatók bebizonyították, hogy a földfelszínen az ízelt lábúakra jellemző mozgással lehet a legkönnyebben haladni. Lehet, hogy az ember nem sokára egy napon ízelt lábúakra emlékeztető robotszondákat és felderítő eszközöket készít majd. Mark Tilden fizikus olyan lépegető gépeket tervez, amelyek a nehéz terepet is legyőzik. A gépek ízelt lábúakra hasonlítanak. Az ilyen típusú gépek érdekessége az, hogy hatékonyak, de mechanikailag mégis nagyon egyszerűek, és hosszú ideig működőképesek. Ezen a bolygón tulajdonképpen az ízelt lábúak tekinthetők az optimális mechanikai szerkezeteknek. Az egyszerű, ízelt lábú típusú lépegetőgépekből, mint ez itt, kifinomultabb változatok is létrejöttek. A prototípusok némelyike méltán tekinthető a csúcs technológia megvalósulásának. Ed Williams, az Ariel nevű robot fő technikusa. Ariel az első képviselője az olyan robotoknak, amelyek az ízelt lábúakhoz hasonló felépítésűek. Az ízelt lábúak és a hozzájuk hasonló robotok egyik előnye, hogy az ízelt láb sokkal nehezebb tereppel is megbirkózik, mint a kerék vagy a lánctalp. Ed szerint el kell ismernünk, hogy a helyváltoztató szerkezetek előállítása tekintetében az ízelt lábúak megelőztek minket. Az ízelt lábúak olyan jól és gyorsan mozognak az egyenetlen terepen, hogy jelenleg semmi más nem képes utánozni őket. Ariel megalkotásának ötlete biológiai alapokon nyugodott. A tarisznyenákok felépítését követte. A rákoknak 10 lábuk van, Arielnek viszont csak 6, de oldalazva halad, mint egy rák, és nem 6 lábon előre, mint egy rovar. Köszönöm, baby. Ariel tarisznyarákra hasonlít, viszont nincsenek természetes ösztönei. Programozni kell ahhoz, hogy érzékelje és értékelje a körülötte lévő világot. A testében lévő számítógép minden memóriájára szükség van ahhoz, hogy a lábai összehangoltan mozogjanak. Ariel ugyan rákszerűen mozog, de nincsenek ollói, amellyel tevékenykedhetne a környezetében. Az emberkéz alkotta szerkezetek között egy sem akad, amely versenyre kelhetne akár a legegyszerűbb, igazi ízelt lábúval is. Ariel azonban, akár csak az őstengerek legelső ízelt lábúi, képes arra, hogy úttörő jellegű kirándulásokat hajtson végre az ismeretlen birodalmakban. Testének rendkívüli alkalmazkodó képessége miatt olyan helyekre juthat el, ahol eddig nagyon kevés ember vagy gép járt. Ezzel pedig elősegíti, hogy a Föld legnagyobb ismeretlen régiójába is bepillanthassunk. Az óceán még ma is nagyrészt ismeretlen. Alig, hanem többet tudunk a többi bolygóról, mint arról, hogy mi rejtőzik a saját óceánjaink mélyén.
Az óceánok védelmével kapcsolatban az az egyik fő gondunk, hogy nehéz elegendő információhoz jutnunk az óceánok legtávolabbi helyeiről. Az Arielhez hasonló szerkezetek könnyen eljuthatnak az ilyen helyekre, és olyan információval látnak el minket, amelyet egyelőre nem tudunk máshonnan megszerezni. Olyan áldása ez az óceánkutatásnak, amely nagyon izgalmas eredményekhez vezethet. Egy napon magunk is felhasználhatjuk az ízelt lábúak felépítésének nagyon sikeres elemeit arra, hogy feltárjuk és jobban megismerjük világunkat. Az ízelt lábúak hosszú családregénye a földi élet egyik legnagyszerűbb története. Csaknem 500 milliárd évvel ezelőtt uralmuk alá hajtották a Föld óceánjait, és minden állat közül elsőként kapaszkodtak ki a szárazföldre. Partra szállásuk, kőbe vésett emlékeit csak most kezdjük megfejteni és elismerni. Az ízelt lábúak szárazföldi hódítása az élet történetének egyik legfontosabb eseménye. Sikerük abban rejlik, hogy sokoldalú testük folyamatosan alkalmazkodott a lehetőségekhez, miközben megállíthatatlanul nyomultak a Föld minden élőhelye felé. Még a gravitációt is legyőzték, és először szálltak fel a levegőbe. Az ízelt lábúak nem csupán forradalmasították az életet, hanem szépség és csoda fakadt a nyomukban mindenütt, ahol csak jártak. Minden elképzelhető ökológiai szerepet betöltenek. Ha az összes ízelt lábú eltűnne, valószínűleg nagyon rövid idő alatt az egész élet eltűnne a Föld színéről. Bolygónk gyökeresen más lenne nélkülük. Mérhetetlenül sokkal tartozunk az ízelt lábúaknak. Ezek az úttörő szerepet vállaló állatok utánozhatatlan sokszínűséggel borították el világunkat. Lehet, hogy úgy gondoljuk, mi vagyunk a világ urai. Az ízelt lábúak teljesítménye alapján azonban el kell ismernünk, hogy ők az igazi hódítók. Magyar szöveg dr. Merkel Otto. Narrátor Végvári Tamás. Közreműködött Janovics Sándor, Áron László, Hegedűs Miklós, Bolla Róbert. Munkatársak Bérci Endre, Kis Lajos. Magyarországon forgalmazza a Zoom.